orvosok, zongoristák, énekesek, ütősök, fúvósok és meg annyi csodálatos kis muzsikus is színpadra lépett az Erkel Gálán, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola alapításának 65. évfordulójára rendezett jubileumi koncerten. Az elmúlt évtizedek alatt nemzetközi hírű művészek, művésztanárok is megfordultak a Tatabányai Zeneiskola által szervezett programokon, és számos tehetséges zenész kezdte itt pályafutását. A tanárok egy része már 30 éve tanít a zeneiskolában, köztük Dezső Marianna is, aki hosszú évek óta vezeti a zeneiskolát. Egy fantasztikus érzés, hogy ilyen sokáig nyomon követhettem a Tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola mindennapi életét, és én azt gondolom, hogy egy olyan szép utat jártunk be a 65 év alatt is, meg ebben az utóbbi 28 évben, ami a vezetésem alatt történt, amire én nagyon büszke lehetek, és nem csak magam, hanem az egész tantestületem, és az egész iskolám, és azt gondolom, hogy azok az eredmények, amik itt megszülettek az elmúlt évtizedekben, azok borzasztóan fontosak a város egészének művészi zene élete szempontjából. A 65 évvel ezelőtti időszakot Kovács Béla édesapja nevéhez tudnám fűzni, aki egyébként ebben az évben vendégünk lesz még, és az Erkel Tehetségnapok programjának, ami majd márciusban indul, a fővédnökségét vállalta, a Kossuth Díjas klarinét művészünkről van szó, akinek az édesapja alapította az 49-es, 50-es tanévben ezt az iskolát. És hát ahogy én a régiektől hallottam, akkor tényleg még nagyon szanaszéje volt, azért nem volt önálló épületet, körülbelül másfél évtizeden keresztül teljesen más helyszíneken tanítottak, általános iskolákban, kisebb termekben, nagyobb termekben, egy-egy közös bányász kultúrházban mentek a közös koncertek, tehát nem volt egy rendezett lehetőség arra, hogy és hát nyilván a hangszeres felszereltség sem volt olyan, mint amilyen napjainkban. Tehát nehezen indult, mint ahogy minden, de én azt gondolom, hogy azok a dalkörök és az a bányász kultúra, a zenei kultúra, amit alapját képezte a zeneoktatásnak, az nagyon jó alap volt arra, hogy kinőjön belőle ez a zenei élet, és ez az oktatási forma, ami azt hiszem, hát talán országosan is kivívta már a maga eredményességét, úgyhogy nehezen, de szépen elindult a folyamat. Művésztanárok voltak jelen a kezdetekben Győrből is, és Budapestről, hiszen itt helyben még nem volt itt élő tanár, de például Ásné Szili Éva, Szűcs Éva tanárnő a tatabányaiak közül, akik aztán tanárként is, itt kezdődiákként voltak itt az első évtizedekben jelen az iskola életében, már azóta tanárként is, nagyon sok ilyen nevet lehetne még természetesen felsorolni.
segítették azt, hogy ez aztán visszatérve ide tanárként még magasabb szinten valósuljon meg. Nagyon nagy örömünkre rengeteg olyan növendékünk van, akik ezt a pályát választották, és itt dolgoznak a megyében, nem éppen a Tatabányai Zeneiskolában, de a megye környező művészeti iskoláiban. Tehát egyfajta ilyen körforgás is elindult, hogy ki tudtuk nevelni azokat a csemetéket, akik aztán visszahozták a tudásuk legjövet ide a megyébe. Nagyon sok olyan rendezvényünk van, ami fémjelzi a zeneiskolának az elmúlt 65 évtizedét. Azt gondolom, hogy a legfontosabbak talán azok a rendezvények, amelyek a tehetséggondozással és a napi munkával, a napi oktatónevelő munkával foglalkoznak. Igyekeztünk minden növendékből a képességeik szerinti maximumot kihozni, akár egyéni hangszeres, akár kamarazene műfajában tekintetében. A legfontosabb feladata a zeneiskolának, hogy megszerettesse a zenét, hogy lelkileg személyiségemen egy sokkal gazdagabb ember váljék majd belőle a zenei nevelés folytán, és azt hiszem, hogy ez több-kevesebb sikerrel talán mindenkinél úgy zajlott, hogy nagyon szeretnek ide visszajárni, akár zenekari tevékenységben, akár csak meglátogatni a tanárbecsét, tehát ez a vonal azt gondolom, hogy jól megy. Nagyon aranyos minden tanár. Először egy évet furuljáztam, azt is nagyon élveztem, és úgy döntöttem, hogy akkor fuvolázni fogok, és szeretnék még sokáig ide járni. Zeneiskolában. Részben mondhatom azt is, hogy a zene az egy másfajta nyelv, és ez jó. Ez jó, hogy megtanulhatok egy olyan nyelvet, amivel hát munkát is kereshetek magamnak, hogyha jól csinálom. Thank you.
feladata az borzasztóan fontos, hogy kiválasztani azokat a gyerekeket, akik alkalmasak erre a pályára, ezeket véghez vinni, elkísérni, továbbvinni művészeti felvételikre, zeneművészeti szakközépiskolai felvételekre, elkísérni, tovább kísérni nyomon az életüket. Most is lesz a tehetségnapok keretében, és ez is hagyomány, hogy mindig visszatérnek azok a növendékek, akik éppen zenei pályán tanulnak, vagy már tanárként dolgoznak a megyénkben, a környékünkön, és őket meghallgatjuk, és megnézzük, hogy mit tudnak, meghallgatjuk a tapasztalataikat szóban, és természetesen a hangszereiken is. Úgyhogy van egy ilyen része a dolognak. Van egy harmadik területünk is, természetesen az oktatónevelő munka, ezen a tehetséggondozáson kívül, hogy nyitni a világ felé. Ez nekem alapvetően koncepcióm volt, mikor ide kerültem a Tatabányi Zeneiskolára, hogy nem maradunk meg az iskola zárt keretei közül, hanem amilyen területek vannak nyitni, akár a város többi intézménye felé, iskolák felé, kulturális intézmények felé, művészeti galériák felé, adott esetben a többi zeneiskola felé, a régió felé, és olyan tehetséggondozó versenyekkel, fesztiválokkal, sőt, mi több híres előadó művészek meghívásával, kinyitni a kapukat, idehozni azokat az embereket, akik szívesen jönnek a zeneiskolába, és egy olyan zenei művészeti életet teremteni, ami egyfajta komplexitást ad ennek a mi életünknek, és kinyitja nekünk a világot, hogy hova is lehet eljutni, amikor mondjuk egy Kocsis Zoltán, egy Kovács Béla eljön ide, és muzsikál nekünk, és hát persze egyéb együttesek is. Úgyhogy ez volt az a feladat, amit én fölvállaltam, és én azt gondolom, hogy ezt eléggé eredményesen sikerült a kollégák közreműködésével megvalósítani.
én már 30. évemet dolgozom lassan ebben az iskolában. Hát egy fele élete, ahol most tartunk. Ez egy állomás, ez egy nagyon szép állomás. Most éppen ahogy az évkönyveket, meg műsorokat lapozgattuk, régi fényképeket, azért nagyon sok szép eredmény született azóta is, amióta én itt vagyok. Mi változott a 30 év alatt? Milyen volt akkor a zeneiskola, és ahhoz képest milyen most? Hát a tanításban ugye az természetesen, hogy azt a fiszta hegedűn azt ugyanúgy fogjuk le, tehát abban nem változott semmi. Hát talán a szülőknek a hozzáállása, a gyerekanyag azért egy picikét más lett. Nagyon sok tehetség iratkozik be hozzánk évente, azért van most is ugyanúgy olyan kimenetel a zenének, mint ezelőtt. Azért nagyon sok híres ember elkerült innen, most is vannak a pályán lévő hírességeink, azért nap mint nap találkozunk velük sajtóba. Itt-ott-amott növendékeink visszajárnak hozzánk, hozzám nagyon sokan, akik zenekarban még most is beülnek, úgyhogy ez olyan jó érzés, hogy visszalátogatnak. Én vagyok az első, akit fölhívnak, a volt tanítványaim, ha levizsgáztak, úgyhogy ez olyan jó érzés. Thank you.
Én örülök, hogy így megismertek egy hangszert, és megtanultok rajta játszani, meg szeretem, hogy tanít Marian néni, és kedvelem a zenét. Nagyon szeretem, hogy tanít olyan barátságosan, és valahogy így ért a nyelvünkön, hogy hogy mondjam, és hát kell gyakorolni, de hát ez mindenhol így van, szóval ez szerintem természetes. Szerintem azért fontos az embereknek a zene, mert hát mondjuk a személyiségünkre is hat. Mondjuk aki zenét tanul, az általában ilyen finomabb ember lesz, és sok mindenre megismerkedhetünk általa. Szerintem ez a legszebb hangszer, meg a testvérem is zongorázik. Testvéremmel együtt muzsikálás, és hogy ad örömöt, mert hogy legalább együtt zenél a család. Különlegesebb vagyok, mint az osztálytársaim, ezzel is műveltebb vagyok, mint ők. A zeneiskolának kettős célja van, egyrészt a zenei műveltséget terjeszteni és minél több embernek megmutatni, természetesen tevékenység által, a másik pedig nyilván ez a kisebb réteget érinti, de nagyon fontos, a művészképzés megalapozása. Hiszen, mint azt mindannyian tudjuk, zeneakadémia nincsen zeneiskolák nélkül. Régen ugye minden családban mindenki tudott legalább egy hangszeren játszani, aztán egy kicsit kiment ez a divatból, és ma megint egyre többen játszanak, ugye? Örömmel mondhatom, hogy egyre többen játszanak, ahogy abban az időszakban, amikor az általános iskolákból kezdett eltűnni a zenélés, a művészetek művelése, ugyanakkor megjelent a zeneiskolákban, meg is alakultak a művészeti iskolák, és ma 4 művészeti ágban 200 ezernél több gyermek tanul. Ha valaki egyszer elkezd zenélni, aktívan muzsikálni, az nagyon fontos, nem hallgatni, hanem zenélni, akkor az egészen felnőtt koráig fogja tapasztalni, hogy nyelveket könnyebben tanul, egész egyszerűen számolni jobban tud, jobban megtalálja az életben a helyét, teljesebb ember lesz. Thank you.
Nagyon szeretek ide járni, mert nagyon aranyosak a tanárok, és elnézőek, hogyha betegek vagyunk, vagy hogy éppen nem gyakoroltunk. Én kamarázok is a Fannival, de és kísér egy másik diák minket zongorán. Azt is nagyon szeretjük, bár be kell járni próbákra, de nagyon jó. A zenetanításon és az igazgató helyettesi feladatokon túl nagyon nagy gondot fordítunk arra is, hogy saját magunkat képezzük. Továbbképzésekre járunk, zenekarban muzsikálunk, kollégáimmal kamaramuzsikálunk, a város rendezvényein nagyon nagy számban részt vesznek én is és a kollégáim is, és ezt nagyon szeretjük, szívvel, lélekkel csináljuk, mert ezáltal tudunk tovább fejlődni. Nagyon szeretjük ezekbe a programokba a növendékeket bevonni, úgy, mint hallgatóság, és egy-egy produkcióba, akár tanárdiák felállásba. Nagyon jók ezek a koncertek. Igazából már nagyon régen kapcsolatba kerültem vele, mert az édesapám itt tanított elég sokáig. Ő alapította itt az orgona tanszakot, és aztán, amikor diplomáztam, akkor ő itt befejezte ezt a munkát, mert a szomszédban tatán volt igazgató a zeneiskolába, és azzal, és azt is befejezte, ezt is befejezte. Krisztián bácsi, várj meg kint, jó? Kint fogok szólni. Tehát
befejezte ott az igazgatást, itt meg a tanárságot, és mást, máshová ment tanítani. Ezt a tanszakot pedig én vettem át, úgyhogy van néhány orgonistám, évről évre több, vagy fél évről fél évre, hála Istennek, és hát mellette néhány zongora órát is tartok minden héten. Na, most 283-as, nézzük meg, hogy ez is megy élesbe. Na, de új rendet, azt nézzük meg az arcot. Elég jó a közösség, bár én csak részmunkaidőben dolgozom, úgyhogy meg nem tatabányai vagyok, úgyhogy nem ismerek mindenkit annyira szorosan, de egyébként egy jó szellemiségű közösség van, és segítőkészek a kollégák. Elég sok különbség van a két hangszer között, pedig látszólag ugye billentyűkön kell játszani egyiken is, meg másikon is, de hát a megszólalás elve az egy nagyon fontos, meghatározó különbség, hogy az orgona az tulajdonképpen egy fúvós hangszer, ami levegővel működik, csak nem emberek fújják, hanem van egy rendszer arra, ami levegővel ellátja. A zongora pedig hát egy húros vagy akár ütős hangszernek is lehet mondani, mert egy kalapács üti meg a húrokat. A játékmódban ez komoly különbségeket jelent, és igyekszem is úgy tanítani az orgonistákat is, hogy időszakonként zongorázunk is, időszakonként pedig csembolózunk is, és akkor így a kezük elég jól ki van művelve, mert mindegyik hangszernek a viselkedését kiismerik. Na most még ami egy fontos dolog, hogy az orgonaórákat is csak ilyenkor télen tartjuk itt egy digitális orgonál rendelkezésünkre, és az őszi meg a tavaszi időszakban, amikor a hőmérséklet engedi, akkor járni szoktuk a környék templomait, és igazából ennek a akár szakmai, vagy professzionálisan űzi az ember, akár hobbi szinten, az egyik legnagyobb érdekessége, meg szépsége az, hogy az orgonák gyökeresen különböznek egymástól. Zongorákban is vannak különbségek, most azt szerint, hogy mi a gyártó, de az orgonáknál a billentyűk mérete, a manuáloknak a száma, a sípsoroknak a száma, a hangja gyökeresen különbözik egymástól, és ez egyrészt egy óriási nehézség, mert hatalmas alkalmazkodó készséget követel meg, ugyanakkor meg egy olyan csodája ennek a hangszernek, ami miatt egészen bele lehet szeretni. Az én pályámnak is ez áll a hátterébe, hogy ahogy tanultam, úgy szerettem fokozatosan egyre jobban bele, illetve a mai napig is tart még ez, mert olyan hihetetlen sokféle arca van ennek a hangszernek, akár magát a hangszert nézzük, akár azokat a zeneszerzőket, akik komponáltak rá, és hát ezt próbálom én bemutatni a diákoknak, és hát úgy látom, hogy ők is szép lassan átveszik az én lelkesedésemet. Alachrasz Jászmin vagyok, 14 éves, ő pedig a húgom.
Én Alakrasz Nárcisz vagyok, hát 13, de 14 leszek. Azért választottuk a harmonikát, hát igazából édesanyukám választotta nekünk. Már jó, Dániában is több folyamatosan azt hallgatta főzés közben, mert mi igazából 2 éve jöttünk Magyarországra, előtte 6 évig Jordániában éltünk, és igazából a harmonikát azért választottuk, már nagyon szerettük, már ott is így hallás után is ilyen egzotikus hangja volt, ezen kívül egy egész zenekart foglal össze magában, és ugyanis 4 vagyunk testvérek, és minden 4 ezen a hangszeren játszunk. És ha egy lány miért választ a harmonikát, az nem attól függ, hogy milyen hangszer, hanem hát a szépségét, meg minden, maga egész hangszer benne van, és ez nagyon gyönyörű. Igen. Ezen kívül mi nekünk a Igor bácsa a tanárunk, és ezért nagyon hálásak vagyunk, mert ettől nem csak egy sima zeneórát kapunk, hanem élettapasztalatot. Ezen kívül nagyon biztosak szoktak lenni az órák, nagyon szeretünk. Bármikor. Igen, és Igor bácsival igazából az órák nem is tanórák, mint egy általános iskolában, vagy bármilyen óra, hanem igazából ez egy öröm, sőt egy igazi élmény, amit szerintem kihagyni nagyon kár. És közben a 2 agyféltekét mozgatja, ugyanis mind a 2 kézzel játszunk, és ugye a jobb az a bal agyféltekét, a bal meg a jobbat. És ugye egyszerre játszunk, így persze még okosodunk is. Szóval ez így ügyeletünk is. Igaz, Igor bácsi mindig szokta mondani, hogy lányok, legyetek komolyabbak, de hát nekünk ez sajnos nem szokott sikerülni, folyton mindenen nevetünk, de azért nagyon szeretünk ide enni, és ha ajánlhatjuk, akkor válasszák a harmonikát. Teljesen váletlenül New York-ba kerültünk, ott csak hívtak minket ide, nem terveztünk, de azt döntöttünk, hogy kipróbáljunk, hát ha fog sikerülni. Amikor jöttünk ide, ez volt borzalom, mert egyáltalán nem tudtunk beszélni semmi, de gyerekek nagyon szívesek voltak, segítettek nekünk, és akkor majd valami kialakult. Tanulok szerintem nagyon jók, nagyon kedvesek voltak hozzánk is, és szívesen segítettek nekünk. Azért tudtunk ezt megoldani, ezt a problémámat, gyakorlatilag nem tudtunk egyáltalán magyarul semmit. Hát szerintem nagyon jó kapcsolat gyerekekkel. Gyerekek nagyon szívesek, nagyon szívesen járnak harmonikázni, azért próbálkozunk valami jó hangulatot teremteni itt a teremben, kicsit vicceljünk, kicsit játszadozunk, az úgy van. Thank you.
mostogat a jövő? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Amikor az ember egy ilyen életben benne van, azt nagyon nehezen lehet abba hagyni, tehát mindenképpen a folytatást lehet csak megemlíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az én személy szerint a legfontosabb feladatom, hogy örökül hagyjam majd ezt a munkabírást, ezt az akarást, ezt a szeretetet, ami a zenéhez és a zenei neveléshez köt engem is, és valamennyi kollégámat is, és ezt jól és még jobban kamatoztatva tudják majd továbbvinni. Én, amik erőm bírja, természetesen ezt szeretném folytatni, és borzasztóan élvezem is. Tehát egy olyan fajta munka ez, ami mégsem munka, mert folyamatosan örömet is ad, amellett, hogy azért nagyon sok rabszolga része van a dolognak, amikor ugye rengeteg napi feladatot kell megvalósítani, de az az eredmény, ami a gyerekek ragyogó szeméből, és a kollégák nagy sóhajából a végén kijön, hogy na ez megint egy nagyon jó munka volt, például egy ilyen kamarazenefesztivál szervezése is a nap végén majd az örömteli események, azért az nagyon-nagyon bíztató számunkra, és sok-sok erőt ad a távolabbi munkákhoz is. Köszönöm. A zene az kell.